egy ilyen egyszerű, nagyon minimális kis fametsző alap. Itt volt a minta, ami át volt vive, ez Mányoki Ádámnak a Rákóczi portréja, az van átfogalmazva egy kicsit, és ebbe a fába ez egy itt talált fenyő fadarab, ebbe lett ma belevésve. Természetesen erre majd meg lesznek a megfelelő eszközök, poligráf tinta és szivacsos henger, de az a lényeg, hogy a kimetszett felületet bekenjük festékkel, ez magas nyomásos sokszorosító grafikai technika, és ami felül van, az átkerül a papírra, amit meg kivéstünk, az ugye az lesz a negatív, az nem fog megjelenni a papíron. És akkor itt szépen bekenjük. Most olyan színeket választottam, hogy kék és piros legyen, ugye a Rákóczi címernek is a színei. És olyan egyenletesen megpróbáljuk ezt a kis felhigított akrilfestéket rátenni. Na. És amikor így eloszlattuk rajta a festéket, akkor veszünk egy papírt, amire át fogjuk most vinni ezt a grafikát. Erre is lehet használni egy ilyen kifejezett poligráf hengert, de ha nincs, akkor a tenyerünk is nagyon jó. Akkor szépen elkészítettük, és elkészült róla egy lenyomat. És akkor így látszik, hogy hova kellene több festéket rakni, vagy hova kellene kevesebbet. Meg ugye valami hiányzik róla, hát nincs rajta a bajsza, mert a bajszát azt majd külön lehet rátenni egy kisebb nyomóval, és az a cél, hogy még ilyen kontrasztosabb is legyen, és a bajszát ezért majd egy másik színbe, egy kis pirosba fogjuk bemártani. Hát akkor készítünk még egyet. Nagyon szép, hogy látszik benne a fának az erezete is. Elég egyenletes, mindenhova jutott egy kis festék, és akkor készítünk még egy másolatot. Na. És akkor itt van nekünk egy másik Rákóczi. És amikor ez itt egy picit megszárad, elég száraz, akkor megmutatom, hogy hova kerül a bajusz. Itt van nekünk egy kis piros akril, megpróbálom egyenletesen eloszlatni rajta. És akkor az orra alá. Itt van nekünk egy bajszos Rákóczi.